országszerte kültéri fogadóórára invitálják a lakosságot. Mi a tapasztalata, hogyan fogadják az emberek önöket? Egyrészt ez rettenetesen függ a napszaktól, mert nyilván meg attól, hogy hétvége van vagy hétköznap, de hát én azt tapasztalom, hogyha most valamiféle átlagot akarok vonni, hogy ami a leginkább az embereket izgatja és választ várnak, hogy mikor fognak végre a bérek emelkedni Magyarországon. Ez ugye egy legalább 30 éves ígéret. És hát ugye azt lehet látni, hogy tulajdonképpen nagyon sok szektorban lenne pénz a béremelésre, hogyha azt nem lopnák el, nem szivattyúznák ki különböző adóparadicsomokba, offshore lovagok. Tehát én azt gondolom, hogy ma Magyarországon az embereket érintő legfontosabb probléma az, hogy a magyar gazdaság mikor fog olyan pályára állni, ahol az emberek jövedelme érzékelhetően elkezdi közelíteni az uniós átlagot. Akkor, ha jól értem, egyezik az elképzelésük az MSZP-vel, hiszen nemrég Gögör Zoltán tartott itt Ajkán egy sajtótájékoztatót, azonnali béremelést követeltek. Őszintén szóval fogalmam nincs, hogy mi az MSZP elképzelése, megmondom őszintén, nem is érdekel. Ők 4 plusz 8 év alatt kiviselkedték magukat. Az MSZP az egyik fő bűnös abban, hogy a magyar bérek azon a szinten vannak, amin. Kifejezetten szemtelen, pofátlan dolognak tartom, hogy a Gyurcsány kormány államtitkára, akik egy olyan gazdaságpolitikát követtek, ahol a multik zsebét tömték meg sok pénzzel, akik elkezdték a durva megszorításokat, ahol az oktatásból vontak ki pénzt, ma azzal kampányol, hogy emelni kell a béreket. Volt 8 plusz 4 évük, ez alatt a 8 plusz 4 év alatt ők olyan pályára rakták Magyarországot, ahol az emberek ébérél robotolnak különböző összeszerelő üzemekbe. Ez erről a véleményem. És hogyan képzelik el a béremelést, miből lehetne ezt megvalósítani? Egyrészt kevesebbet kéne lopni, tehát én azt gondolom, hogy ha egy új parlament majd 18-ban elfogadja az LMP-nek az offshore ellenes törvénycsomagját, már is el lehet zárni nagyon fontos csatornákat. A magyar államadóság 2,5-szerese vándorolt ki 25 év alatt adóparadicsomokba, amit jó részt politikusok, meg a velük összeszövetkezett különböző oligarchák pumpáltak ki. Ezen kívül pedig mi azt látjuk, hogyha a fejlesztési, illetve különböző állami támogatásokat nem a multik zsebébe tömik, hanem odaadják kisvállalkozásoknak, mikrovállalkozásoknak, hogyha például az állami földeket nem elkútyavetyélik haveroknak, hanem szociális földprogramot lehet indítani, szociális szövetkezeteket lehet támogatni, már is létrejönnek Magyarországon új értékteremtő munkahelyek. És hát nem utolsó sorban a K+F-be, tehát kutatásfejlesztésbe, illetve oktatásba vissza kell tenni azokat a pénzeket, amiket már a bajnai kormány elkezdett kivenni, és brutális mértékben kivett az Orbán kormány. Magyarországon a bérek tartósan akkor fognak emelkedni, hogyha van erős helyi gazdaság, hogyha a magyar tudásnak a produktumain dolgozik a magyar munkaerő, akkor, hogyha magas hozzáadott értéket tud termelni a magyar nemzetgazdaság, ennek a kulcsa pedig az, hogy a képzésbe, kutatásfejlesztésbe rá mennyit áldoz egy ország. A másik pedig, hogy ma kb. 25-30 milliót is kap egy multicég azért, hogy egy darab munkahelyet létesítsen. Ennek a tizedéből tudnak hazai mikro, illetve kisvállalkozások új álláshelyet létesíteni. Nem gondolja azt, hogy az embereknek már elege van ebből az ígérgetésekből, hiszen mindenhol azt hallani, hogy minek adózzak én, hiszen fönt úgyis ellopják, amit ön is említett, hogy kevesebbet kellene lopni. Mi a garancia arra, hogyha önök esetleg helyzetben lennének, nem tennék ugyanezt? A legnagyobb garancia az, hogyha egy új párt, egy új kormány az első intézkedései között elfogadja azokat az átláthatósági javaslatokat, amiket mi már az elmúlt 6-7 évben megfogalmaztunk. Tehát, hogyha innentől kezdve valamennyi pályázati dokumentáció rögtön a határidő eltelte után, valamennyi közpénzre vonatkozó szerződés könnyen kereshetően hozzáférhető lenne mindenki számára, ez önmagában független attól, hogy éppen aktuálisan kikormányoz egy város vagy egy országot, csökkenteni a korrupciós nyomást. Ezen kívül, hogyha az offshore csatornákat bezárjuk, már is egy temér nem feltétlenül tiszta jövedelmet itt tartunk Magyarországon, könnyebben nyomon lehet követni. Egyébként pedig én azt tudom önnek mondani, hogy a garancia az, hogy új pártokra kéne bízni az ország sorsát. A Fidesz meg az MSZP között körül a fanatikus tábor mögöttük mindent elnéz, mondván, hogy a másik még többet lop. Mi azt gondoljuk, hogy az egyik tábor a másik szennyesével, a saját szennyesét nem tudja tisztára mosni. Nyilvánvaló, hogy egy új párt az LMP esetében egész egyszerűen hibázási lehetőség is sokkal kevesebb van. Azt gondolom, hogy ez talán a legütősebb garancia a választók számára.
kormányoktól mindig azt halljuk, hogy a vállalkozók lopnak, csalnak, és minél jobban adóztatják őket, holott a választási ígéreteik mindig arról szólnak nekik, hogy csökkenteni kell az adókat. Önök, hogyha esetleg kormányra kerülnének véletlenül, vagy döntési pozícióba lennének, mellé állnának a kisvállalkozóknak végre? Nekünk továbbra is olyan gazdaságpolitikánk van, erről szólt a 14-es választási programunk is, ami a hazai kisvállalkozásokat, mikrovállalkozásokat hozná előtérbe. Őket szeretnénk segíteni, ők, illetve a helyi gazdaság a magyar gazdaság felemelkedésének a kulcsa. Ennek természetesen az is eleme, hogy az ő szintjükön érzékelhető járulékcsökkentést kell végrehajtani első lépésben, illetve az adminisztrációs terheket kell csökkenteni. Beszéljünk egy kicsit Paksról is. Szél Bernadett tegnap felszólította a kormányt, hogy azonnal hagyják abba a pénzek lehívását, hiszen nem cáfolták meg azt, hogy nem kezdték el lehívni a hiteleket. Hogyan gondolják, ha nem Paks, akkor milyen alternatív energiaforrás van? Ajka most kimondottan érintett ebbe, hiszen megy itt az erőmű körül a húzavona, nem tudom, hallott-e róla, hogy fekete pernye hullik Ajkán az égből, illetve Korom, tehát itt, ha megnéz, itt minden fekete a városba. Már amikor az Orbán-Putyin paktumot nyílbeütötték, elmondtuk, hogy van más megoldás, Paksnak csak alternatívája van, mind az ELTE-n, illetve a Corvinus Egyetemen, mind a Greenpeace műhelyében van kész koncepció arra, hogy nyilván nem pár éven belül, de 30-50 éves távlatban hogyan lehetne a magyar energiarendszert átállítani egy másik pályára, amelyik több lábon áll, és alapvetően decentralizált, tehát nem egy központtól függ, nem egy paksi erőműtől függ az egész országnak az energiaellátása. Ráadásul azt gondoljuk, hogy egy ilyen alternatív energiakoncepció az ország függetlenségét is nagyobb mértékben biztosítja, mint a jelenlegi energiastratégia. Mi azt látjuk, hogy az egyik, amit az összes korábbi kormány elmulasztott, hogy az ország energiahatékonyságába kellene nagyobb forrásokat fektetni. Egész egyszerűen Magyarország az életben nem fog felzárkózni a magországokhoz addig, amíg egységnyi GDP növekedéshez 40%-kal több energiát kell felhasználni Magyarországon, mint mondjuk Németországban. Semmit nem ér egy rezsicsökkentés, hogyha közben az utcát fűtik ki a lakások. A középületek energiapocséklásáról már nem is beszélve, tehát én azt gondolom, hogy egyik oldalon lehetne spórolni nem kevés energiát, másik oldalon pedig pár évtized alatt át lehet állni egy olyan energiarendszerre, amelyik több lábon áll, és alapvetően a megújuló energiaforrásokra épít. Itt nem egy energiaforrásról van szó, hanem az adott környezetet, a leginkább kimélő energiaforrásokat kell az ország különböző részén megfelelően kihasználni. Azt gondolom, hogyha Németország el tudott búcsúzni az atomenergiától, amelyik egy elvileg egy sokkal nagyobb méretű és sokkal nagyobb energiaigényű gazdaság, ezt Magyarország is a 10 milliós lakosság számmal meg tudja tenni. Ha már Németország, napokban elkezdődtek a földárverések, és azt olvasni, hogy 222 darab külföldi személy is bejelentkezett arra, hogy földet vásároljon. Holott az Orbánék megígérték az előző kampányokban, hogy megvédik a földeket, és semmiképpen nem kerülhet külföldi tulajdonba. Önök úgy tudom, hogy ez ellen hajlandóak élő lánccal is tiltakozni. Hát ez már megtörtént néhány helyszínen. Az Orbán kormány ebbe épp úgy hazudott, mint amikor pár hónapja azt mondták, hogy Brüsszel semmilyen kifogást nem emelt Paks 2-vel szemben. Az Orbán kormány most játsza külföldi kézre a magyar termőföldet. Egyrészt ezek a birtoktestek, hogyha megmaradnának állami tulajdonban, az a legnagyobb garancia arra, hogy soha nem kerülnek külföldi kézbe. Pontosan lehetett tudni azt, hogy ezt a 200-valahány külföldit be kell engedni az árverésekre, arról nem beszélve, hogy az elidegenítési tilalom az 20 évre szól, 20 év után annak adják el, akinek akarják. Félő, hogy az a földbirtok mennyiség, amelyik pontosan a jövedelem és munkahely éhséget tudná csillapítani a leghátrányosabb helyzetű térségekben, ez a birtokhalmaz, ez nagyon könnyen spekulánsok kezére juthat.